A Szent György kápolna is kiemelt helyszín a vár területén. Ennek a helyreállítása is zajlik jelenleg. Nyáron megtörtént az ásatás, illetve az ásatás lezárása. Ezt a Work in Progress túrek során láthatták is a kedves látogatók. Viszont most meg kell oldanunk azt, hogy ezek az emlékek, amelyeket feltártunk, hosszú távon ne maradjanak nyitott térben, levegőn, vissza kell takarnunk ezeket az emlékeket, illetve maga a belső tér befejezése is most fog megtörténni. Ennek során nyilván szeretnénk védeni ezeket az emlékeket, kerül egy védőtető a már most is látható épületen belül, a Szent György kápolna közvetlen környezetébe, illetve a fölé. Szent György kápolnán belül, ahogy mondtam, ezeket az ásatási területeket szintén levédjük. Ez egy geotextil takarással fog most megtörténni, illetve a geotextil takarás után egy egyszemcsés feltöltést, tehát mondhatjuk úgy, hogy egy kisszemcsés kavics feltöltést kap ez a kiásott terület, amelynek köszönhetően ez a különböző vizsgálatok során, amelyek egyébként még folyamatosan zajlanak párhuzamosan a kivitelezéssel, nem fog sérülni a régészeti terület, illetve a feltárt terület. A Szent György kápolnának terveink szerint keresztelő kápolna funkciót fogunk adni, újra mondhatjuk, ugyanis egyik korszakában, egyik állapotában ez a kápolna keresztelő kápolnaként funkcionált. Ugyanis régen is a Szent György kápolna, illetve a Székesegyház kapcsolódtak egymáshoz, fizikailag is. A Székesegyházból lehetett átmenni a Szent György kápolnába. Most ezzel a térkapcsolattal, ami már egyébként ki is alakult, ez az átjárás, átjárhatóság, ez újra kialakult, és a keresztelők megtartásába is be lehet vonni a Székesegyházat.